Berta László vagyok, a Pentele mezőgazdasági ZRT vezetője. Cégem az Európai Unió H2020-as programja által biztosított támogatás segítségével arra vállalkozott, hogy PestiSi néven terméket fejleszen, mely a gabonákat az élő kártevők által okozott károktól megóvja. Az utóbbi években a gabona tárolása és az élő kártevőktől való mentesítése egyre nagyobb kihívást jelent. Az éghajlat változása és az évszakokra nem jellemző, utóbbi években tapasztalt hőmérsékleti tartományok megnehezítik a védekezést. A gázosításra használható szerek számát és a hatóanyag koncentrációt az EU-s szabályok folyamatosan szigorítják. A kovaföld alapú PestiSi készítmény környezetbarát módon védi meg a terményt és pusztítja el a gabonát károsító raktári kártevőket. Az SGS munkatársai Cegléden azt vizsgálják, hogy a PestiSi adott koncentráció mellett milyen hatásfokkal jelent védelmet a bogarak ellen. A kísérletet a három leggyakoribb gabonafélén, őszi búzán, őszi árpán és kukoricán állítottuk be. A vizsgált rovarok pedig az öt leggyakoribb raktári károsító volt. A gabona tárolása során a nem megfelelő tárolt anyag minősége gyorsan romlik. Az élő kártevővel fertőzött áru melegedése, megfelelő beavatkozások hiányában az áru penészesedéséhez, majd teljes minőségromlásához vezet. Az SGS Ceglédi laboratóriumában öt kártevőn teszteltük a készítményt. A bekeverés előtti tiszta terménymintában is megvizsgáltuk a különböző rovarok túlélési arányát. Az értékelések során azt tapasztaltuk, hogy a rovarok eltérő arányban élnek túl még tiszta terményben is. A gabonazsizsik a világ minden részén megtalálható kozmopolita faj. A kis lisztbogárnak évente több nemzedéke lehet, szaporodásuk, fejlődésük folyamatos. A vörösbarna gabonabogár főleg más fajokkal együtt fordul elő. Viszonylag lassan fejlődik, a rágási károsítás mellett főleg ürülékével szennyezi a terményt. A fogasnyakú gabonabogár hidegtűrő faj, évente több nemzedéke van, az imágók három évig életképesek. A portetű, lágytestű, apró károsító. Raktárak mellett megtalálható lakásokban, múzeumokban, élelmiszerekben. A kísérlet sorozat 8 lefolytatott értékelésének egybevág az eredménye. A kovaföld hatására a károsító rovarok 10-14 nap alatt elpusztultak a kezelt terményekben. A kísérlet sorozatban azt tapasztaltuk, hogy a PestiSi termék hatására a raktári károsítók visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek, a kísérlet végére teljes mortalitást tapasztaltunk. Nagyon fontos, hogy élő kártevőktől mentesen tároljuk a gabonát. A hibásan, bogarasan tárolt termény állaga gyorsan romlik, humán és állati takarmányozási célra alkalmatlanná válik. Ezek a veszteségek sok millió tonnára rúgnak évente globálisan, melynek csökkentése nem csak gazdasági indok, hanem egyben morális kötelezettség is. A PestiSi készítmény alapja a kovaföld. Az erdőbényei bányából kitermelt nyers kovaföldet helyben feldolgozzák, csomagolják, és ez lesz az alapja a PestiSi terméknek és módszernek. A nyílcini bányából beszállított kovaföldet depózzák és rostálják. A 700 fokra felmelegített kemencében a kovaföldet kiszárítják és megörlik. Faleválasztóba kerül az anyag, amit 18 forszűrőzsák válasz le a füstgáztól és a kovaföldből elpárolgott gőztől. A szabadba káros anyagkibocsátás nem történik, mivel hogy a fűtőanyagunk az gáz, semmilyen kiforzásunk sincs, mivel hogy a késztermékünk a por, amit a szűrőzsákok maradéktalanul megfognak. Egyébként itt megemlíthetjük, hogy a kovaföld az egy természetes ásvány, tehát eleve nincs is káros hatással sem a növényvilágra, sem az állatvilágra, semmilyen környezeti káros hatása nincs. A termény raktárból történő kitárolása során a PestiSi terméket és az elpusztult kártevőket normál terményrostán keresztül engedjük, és ezzel egy maradéktalanul tiszta, kártevőktől mentes áruhoz jutunk. Már tudjuk, hogy a PestiSi az élő kártevőket laboratóriumi körülmények között rövid időn belül elpusztítja. Feladatunk, hogy az általunk tervezett és épített berendezés segítségével a termék hatékonyságát raktári körülmények között is igazoljuk.